Jó reggelt kívánok azoknak, akik most ébredtek, vagy a híradó után most kapcsolódnak be a Startba. A következő témánk, hogy a családok újraegyesítéséért indít kampányt a TASZ, mert Magyarországon túl sokszor még ma is csak az anyagi körülmények miatt szakítanak ki gyerekeket az egyébként szerető családjukból. Boros Ilona vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez hogy lehetséges, amikor törvény is kimondja, hogy elvileg ilyet nem lehetne? Így van, a gyermekvédelmi törvény egész egyértelműen fogalmaz, nem szabad anyagi okból elválasztani a gyerekeket a szüleiktől, mégis hozzánk az elmúlt 3 évben, amióta gyermekvédelmi ügyekkel foglalkozunk, számtalan megkeresés érkezett, amelyeknek a lényege az pontosan ez volt, hogy szegénység miatt elszakadnak a szüleiktől, többnyire lakhatási problémák, de egyéb ennél bonyolultabb szegénységi problémák adódnak. Beszéljünk majd ezekről a konkrét esetekről, de meg tudunk mutatni egy filmet is, ez is egy másik szervezet, a Város Mindenkiért filmje, mert hogy ilyen problémákkal ők is találkoznak itt, és konkrétan lakhatásról lehet szó. Megmutatjuk. A gyerekeimet szeretném visszakapni. Azt mondták, ha lesz lakhatásunk, akkor visszakaphatom őket. Vagy albérlet, vagy lakás, ami beleegyezik a főbérlő, vagy a tulaj, hogy a 3 kiskorú oda mehet. Közfoglalkoztatáson dolgozunk. De már 4 hónapja, de mit érünk el vele? Havibe 150 ezerekkel lefont fizessünk. De kettőnek a fizetés csak 120. Nem lehetünk kilakoltatni egy ember se, nem úgy családot, hogyha nem biztosított egyébként legalább az átmeneti otthonban az lakhatása. Ez azzal paralel, amit mondott, hogy nem töltheti senki az éjszakát az utcán. Kilakoltattak, átmentük egy menedékházba, ami az AVMS-eknek köszönhettük, és onnan elvitték a 3 kiskorút. A lakhatás miatt. Mióta kilakoltattak, azóta keresem az albérletet, az a baj, hogy nagyon nehéz. Olyan kauciók érnek el, hogy úristen. Senkitől nem várok el semmilyen ingyen lakhatást. Azért sehol nem lehet ingyen lakni, ezt tudom. Csak valaki ajánlom föl egy olcsó albérletet, vagy egy lakást, amit tudom, vagy igen, hogy én tudom fizetni. Mi történik az ilyen esetekben pontosan? Mi lesz ezekkel a gyerekekkel az önök tapasztalatai szerint? Az ilyen esetek, ez egy nagyon tipikus történet, amikor elveszíti egy család a lakhatását. Ezekre az esetekre nagyon konkrét megoldási lehetőségeket kínál egyébként a törvény, mert kimondja, hogy fokozatosan kell a különböző lépéseket megtenni. Egy ilyen esetben átmeneti elhelyezési formát kell nyújtani egy családnak. Tehát nem szabad, hogy szegénység miatt szétszakadjon a család. Erre vannak olyan átmeneti lehetőségek, amelyekben a család együtt maradhat, és a szülők nevelhetik a gyerekeiket egy másik átmeneti otthonban. Ezzel szemben a gyakorlatban többnyire az történik, mint itt a filmben látható módon, hogy abban a pillanatban, ahogy megtörténik a kilakoltatás, a gyerekeket a gyámhivatal munkatársai adott esetben rendőrségi kísérettel beviszi egy intézetbe. Itt a gyámhivatal hibázik önök szerint? Az ő fellépésükön kéne változtatni? Vagy az önkormányzat nem biztosítja a kellő feltételeket, és innentől kezdve a gyámhivatal keze is meg van kötve? Ez így egybe mindig az. 2 dologról van itt szó. A döntést, azt mindig a gyámhivatal hozza, és neki kellene betartani azokat a törvényi előírásokat, hogy a fokozatosság betartásával
először védelembevétel, utána következhet egy ilyen átmeneti elhelyezési forma, és csak ha minden kötél szakad, akkor szabad szétszakítani egy családot. Csak hogy a gyámhivatal nem tudja elhelyezni a családot, és hogyha egy család utcára kerül, akkor gondolom abban is van ráció, hogy gyerekek ne legyenek az utcán. Természetesen, tehát erre próbáljuk felhívni a figyelmet a kampányunkban, hogy ez alapvetően a döntéshozónak, a kormányzatnak a lehetősége az, hogy a szociálpolitika és a gyermekvédelem olyan átalakítását kieszközölje, amelyben nem történhet meg az, hogy abba a borzasztó helyzetbe kerülnek családok, amikor nincs hova elhelyezni őket, és a gyerekeiket is ki kell szakítani. De az is egyébként nagyon fontos, az önkormányzatok felelőssége, vagy az önkormányzati része ennek a dolognak, mert azt gondoljuk, hogy meg kell előzni ezeket a helyzeteket. A megelőzés az alapvetően az úgynevezett gyermekjóléti alapellátásokon múlik, tehát azok a szociális munkások és egyéb segítő szakemberek tudják megelőzni ezeket a helyzeteket, akik az önkormányzat fenntartásában, tehát az általuk finanszírozott módon tudnak működni. Tehát van egy helyzet, amikor egy család nem tudja fizetni tovább az albérletét, van egy, kettő, három gyermekük, kinek kellene ilyenkor fellépnie, hogyan, jó esetben, hogy kellene, hogy egy ilyen folyamat működjön? Hát mi azt gondoljuk, és a törvény is elég egyértelműen fogalmaz, hogy a teljes gyermekvédelmi rendszer, ami egy hatalmas méretű rendszer, rengeteg benne dolgozóval, arra esküdött föl, és ez az első számú feladata, hogy megelőzzön minden ilyen problémát, minden főleg anyagi jellegű, vagy ilyen szociális problémát. A szociális munkások, a családgondozók, azok kijárnak a családokhoz, hogyha jelzés érkezik, hogy probléma van. Például, hogy ilyen jelzés érkezik, hogy a lakhatási körülmények bizonytalanok, akkor kijár a családhoz, elkezd beszélgetni, hogy milyen problémák adódnak, be tud menni a család a családsegítőben, létezik adósságrendezés, adósságkezelés, az önkormányzattal fel tudja venni a kapcsolatot a szociális munkás, hogy kijárja az önkormányzatnál a család számára azt, hogy átmeneti önkormányzati lakást, vagy egyéb más elhelyezési formát. Tehát olyan jogosítványokat kellene adni ezek szerint a családsegítőknek, amik jelenleg nincsenek nekik, tehát az egész családot meg tudják kvázi menteni. A jogosítványaik megvannak, a lehetőségeik nagyon szűkösek, mert ma Magyarországon egy szociális munkás dupla, esetenként tripla esetszámmal dolgozik. Tehát ez lehetetlen ennyi esetet érdemi, valós segítő munkával ellátni. Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy azért nem mindig lakhatásról van pusztán szó, hanem más, komplikáltabb helyzetek is vezethetnek oda, hogy kiemelik a gyereket, elveszik azoktól a szülőktől, akik egyébként szeretik és gondoskodnának róla. Így van, tehát hozzánk nagyon sok megkeresés érkezett az elmúlt 3 évben, ezek jellemzően mind anyagi okkal voltak összefüggésben. Nekünk sok olyan esetünk van, ami azt gondolom, hogy az egyik legtragikusabb állapot, amikor a kórházból vitték el a gyerekeket. Tehát a kórházban az újszülöttet elvitték az édesanyja mellől az első napon. Ezek olyan helyzetek voltak, amikor már a védőnő előre jelzéssel ért a kórház irányába, hogy itt olyanok az anyagi körülmények és a család állapota, hogy szerinte ide nem kerülhet haza egy gyermek. Ez alatt lehet érteni mondjuk egy kiságy hiányát, vagy a fal lefestésének a hiányát. Tehát itt a védőnői szolgálat túlkapásairól van szó jellemzően, tehát azért, mert nincsen lefestve a fal, vagy nincsen kiságy, azért teljesen fölöslegesen kiragadnak egy gyereket, vagy arról van szó, hogy van egy család, ami tényleg embertelen körülmények között él, és ahelyett, hogy a szociális rendszer segítene ezeket a körülményeket rendezni, inkább elveszik a gyereket. Hát ez úgy történik, hogy van egy úgynevezett jelzőrendszer, tehát mindenki, aki a családdal és főleg a gyerekkel találkozik, védőnő, házi orvos, pedagógusok, ezek mind jelzési kötelezettségük van, tehát jelezniük kell, hogy a problémát észlelnek, és az a gyermekjóléti szolgálati munkatárs, akihez megérkezik a jelzés, az köteles eljárni, tehát megnézni, hogy mi a probléma, tudnak ezen segíteni. És hogyha ez nem történik meg, a segítségnyújtás, akkor kerül sor a kiemelésre. Tehát a konkrétan említett példában azt gondoljuk, igen, hogy a védőnői túlkapás volt az, hogy már rögtön megelőlegezte a gyerekek kiemelésének a helyzetét. Mennyire nehéz ezekben a helyzetekben, különösen, hogyha már jogvédőkhöz fordul egy család, visszaszerezni a gyerekeket? Hát az a gond, hogy azt mutatják az országos statisztikák, hogy nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon elhanyagolhatóan kis százalékuk kerülhet vissza a családjához. A többségében éveken keresztül élnek az intézményekben, gyerekotthonokban vagy nevelőszülőknél. A nagyon kicsi esély azzal, hogy hazakerülhessenek. Ez
egyrészt múlik azon, hogy a gyermekvédelmi rendszernek kéne azon dolgoznia, tehát konkrétan ezeknek a szociális munkásoknak kellene azon dolgoznia, hogy hazakerülhessenek, és a szülőknek segítsenek képessé válni arra, hogy hazakerülhessenek a gyerekeik. A másik része az az, hogy ezek a családok, akikkel mi dolgozunk, nagyon alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Tehát konkrétan nem tudják, hogy mit kéne ahhoz tenniük, hogy hazakerülhessenek a gyerekek. Nem tudják, hogy fellebbezéssel tudnának élni, hogy felülvizsgálatot tudnának kezdeményezni, hogy milyen módon tudnák a saját érdekeiket kifejezni. Miben áll az önök kampánya? A mi kampányunkban arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy azok a családok, akiket szétszakítunk csak a szegénység miatt, ezek kell a családokkal egy embertelen és iszonyatosan felesleges és indokolatlan eljárás gyakorlat történik meg, és kimaradnak ezeknek a szülőknek és gyerekeknek a közös családi emlékeik, tapasztalataik, élményeik. Tehát, hogy úgy kell elképzelni például egy ilyen láthatási alkalmat, ha szétszakad egy család, hogy havonta egy órát találkozhatnak a szüleikkel, méghozzá ezt egy hatalmas rideg teremben, nagyon sok kis asztalnál. Tehát hiába látogatná az anya akár minden nap a gyerekét, nem teheti meg? Nem. Tehát ez a gyámhivatali határozatban benne van, hogy havonta egy órában szombaton 11-től 12-ig láthatja a gyerekeit, és ennek a helyszíne is megvan pontosan mondva, hogy egy ilyen nagy teremben, ez nem mindenhol pontosan ugyanígy van, általunk ismert esetekben, egy nagy teremben nagyon sok család találkozik a gyerekeivel, és el lehet képzelni, hogy egy óra alatt egy ilyen rengeteg ismeretlen család egymás melletti asztaloknál milyen intimitást és milyen családi érzelmeket tud átélni. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.